testvérével együtt, Püstjerei Zsoltán, tiszteleti úrral, az ő szolgálatát, igehirdetését fogjuk hallgatni ezen a mindenütti istentiszteleten, és külön éke, fénypontja az istentiszteletünknek, a gyülekezet énekarának a bizonyságtétele. Így gyönyörű valóta szegítünk. Ékességben köszöntöm kedves testvéreimet is, és kérem, hogy élő Isten áldjon meg bennünket. Már előre jelentem, hogy a délutáni ünnepi istentiszteleten pedig a kedves testvéreim közül 11-en állampolgársági esküt tesznek. Tegye Isten áldással együtt létünket, közösségi állásunkat. Most kérem, álljunk fel, és énekeljünk. Thank you.
Kérem, foglaljon helyet a gyülekezet. Énekeljük a 105. ének első három versét. 105. énekünk első három versét énekeljük. Így kezdődik az első vers. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok. Negyedik rész első versétől 11. verséig.
Istenek szent igéjét olvasom, helyüket elfoglalva hallgatok az igét. Mikor pedig az egész így teljesen átalment valaha Jordánon, szól az, hogy Józsuénak mondván, vegyetek magatokhoz a népből 12 férfiút, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből, és parancsoljátok nékét mondván, vegyetek fel innét a Jordán közepéről, arról a helyről, ahol bátorsággal állnak a papok ládai, 12 követ, és vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek rá a szálláson, ahol megálltok az éjszaka. Előbb azért Józsué a 12 férfiút, akiket az Izrael fiai közül rendelt vala, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből. És mondva nékik Józsué, menjetek át az Úrnak, a mi Isteneteknek fülládája előtt a Jordán közepébe, s vegyen fel mindegyikötök egy-egy követ az Úr vállára, az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, hogy legyen ez jelölt közvetlen. Ha kérdezik majd ezután a fiaitok mondván, mire való néktek ezek a követ? Mondjátok meg néki, hogy két felé vált a Jordánnak vizet az Úr fülládája előtt, mikor által ment a Jordán. Ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindörökre. És úgy cselekedének Izrael fiai, amint megparancsolta vala Józsué, és felvevének a Jordán közepéről 12 kövek, amint megmutatta az Úr Józsuénak az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, és átadozzák magukkal az éjjeli szállásra, és ott letették azokat. 12 követ állítva fel Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol állottak alatt a frigládák vidő papok ládai, ott is vannak minden mai napon. A papok pedig, a ládának hódozói, állnak alatt a Jordán közepén, amit végbemélne, mint az a dolog, amit parancsolt alatt az Úr Józsuénak, hogy mondja meg a népnek egészen úgy, amit Mózes parancsolta vala Józsuénak. A népnek ne sietetett, és által ménele. És amint véget ére az egész nép által menetele, által ménele az Úr ládája is, és a papok is a nép előtt. És amint véget ére az egész nép által menetele, által ménele az Úr ládája is, és a papok is a nép előtt. Kegyelmes Istennek tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Úrunk beszéddel adhozzék, ami szívünkben gazdagom, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Jöjjetek ezért, forduljunk az Úr Istenre, imádkozzunk egyébként. Hálaadással gondolunk le előtte mindenható Istenünk, aki megszólítani akar a mi életünket. Köszönjük a harang hívó szavát. Köszönjük, hogy megérezhetünk. Annyira szeretsz, hogy megkeressel bennünket, utánunk jössz. És velünk az elmúlt héten oly sok helyre kellett utánunk jöttél. Annyi lelki magasságot és mélységet, aggodalmat, félelmet és örömöt éltünk át az elmúlt héten. Köszönjük ezt neked. De legfőképpen azt köszönjük, vagy talán gondjaink, barakjaink, terheink, viselések közepette éreztük, hogy ott voltál velünk. Bocsáss meg, hogy a mélysem látom. Bocsáss meg, hogy a mélysem éreztünk egyedül harcainkat, egyedül aggodalmaskodjuk napjainkat. Bocsáss meg nekünk, hogyha nem volt tiszta kép előttünk, bár kerestünk a jövőt, kerestünk és előre próbáltunk tekinteni, és sem látunk téged. Most mégis olyan jó nekünk, Istenünk, megértenünk azt, hogy te akkor is ott voltál velünk. Te gyerekben gondoztál bennünket, váratva vettél bennünket, gondjainkkal, terheinkkel, bajainkkal, nyűgeinkkel, gyászainkkal, félelmeinkkel, és azokkal az örökkel, amelyeket szívünkben hordoztunk, egyaránt te emeltél be bennünket. Jó volt ezt megtapasztalni. Most arra kérünk Istenünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, tisztíts meg a mi szívünket a te szent igéd előtt. Hadd lehessünk az igének ne csak hallgatói, meghallgatói és megtartói Istenünk. Hadd tudjunk gyümölcsöt teremni a te országod eljövetelére. Formálj bennünket, alkalmas eszközök építj bennünket, feladataink, küldetéseink végzésére. Tisztíts meg, nyisd meg a mi szívünket a szent igéd előtt, és te légy az, aki irányítod, vezeted a mi gondolataink. Ne engedd, hogy a világ, ne engedd, hogy bármi elvonja a mi figyelmünket, tekintetünket, szívünket, te Uram. Áld és szentel meg ezt az órát, ezt a néhány percet, ezt a napot, de vigyázz és áld és szentel meg egész életünket, amelyet elmentelek.
és meg a mi szívünket, szentélyében. Ámen. Szeretett testvéreim, Isten igének a meghallgatásához készülünk a 171. énekünk elénekésével. Dicsérjük az Úristen, és boruljuk be az ő színe előtt a 171. énekünk elénekésével. Így jöttünk hálát a tőle a igéért megköszönve. Megérkezik Izrael.
kézzel lépve a Jordán partjához, akkor az egy természetes védőgát volt, az egy természetes oltalomnak tűnt a Jordán túlfalain, túloldalán, hiszen az ellenség, amikor megérkezik, majd megtörpál a sebesen zúgó folyót, a Jordán folyót, a Vád folyót látván, és visszafordul. Nem beszélve, ha meglátom a Jerikónak a kőfalait, visszafordul, meghátrál. Bizony sokszor előfordult, hogy meghátrál. De sokszor előfordult, hogy mi magunk meghátráltunk, amikor Jerikói kőfalakat láttunk, amikor Jordánokat láttunk, sőt, az életünk tele volt kisebb vagy nagyobb Jordán folyamokkal, folyókkal, és bizony nagyon sokszor meghátráltunk. Kérdés az, és az az ige szakasz, erről ez bizonyságot számunkra. Mennyire komolyan veszünk Isten ígéretét? Mennyire komolyan veszünk azt a feladatot, azt a parancsot, amelyet ennek a népnek, mégpedig a vezetőjén keresztül adott? Nem azt mondta, hogy menjetek át és nézzétek meg, kóstoljátok meg annak a vidéknek az ízét, annak a vidéknek a gyümölcsét, annak a tájegységnek a hangulatát. Menjetek át, telepedjetek le, az a tiétek. Mennyire komolyan veszünk? Vagy pedig majd meglátjuk, kipróbáljuk, megharcoljuk, ha nem sikerül meghátrálni. Mennyire tudatosan éljük életünket akkor, amikor arról beszélünk, hogy tudjuk, mi vár bennünket az ígéret földjén, nem csak akkor és most, hanem azt, amit nekünk ígér meg az Úr Jézus Krisztus. És azt mondta, elmegyek és helyet készítek. Mennyire tudatosan éljük meg a már, úgy harcoljuk el napi harcainknak, hogy tudjuk, mi vár bennünket a túlsó parton. Vagy pedig csak ilyen félkész álmaink vannak, hát majd meglát, ezt még senki sem tudja, biztosan mi tudhatom, valahogy majd lesz. Sokszor így állunk hozzá, ilyen bizony valahol. Ezért előfordul bizony, hogy a legkisebb át után megtorpanunk, és azt mondjuk, hát ez lehet, hogy mégsem az út. Lehet, hogy mégiscsak én akartam ezt az utat, nem, de Isten küldött engem. Izrael népét, Józsué vezetésére, Isten nem körülnézni küldte arra a vidékre, arra a földre, hanem elfoglalni ezt. Átmentek, így kezdődik a felolvasatéke, amikor a teljes nép egészen által ment valami oldalán. Egy nagyon szép, csodálatos, rövid, egyszerű mondat. És tudjátok, hogy mennyi aggodalom van, mennyi félelem, mennyi bizonytalanság van ebben a mondatban. Amíg ez a mondat megszületett, hány embernek a szintében ott volt a bizonytalanság, hogy Isten mi lesz most? És már átmegyünk, akkor is mi már bennünk, egy óriás terhető ember. Eszembe jut néhány órával ezelőtt határátkelő nosztalgiáztunk egy kicsit. Néhány évtizeddel ezelőtt hasonló érzésekkel közeledtünk Magyarország felé. Vajon mi lesz? Vajon mi már bennünk? Vajon átengednek? Vajon visszafordítanak? Sokan átérték ezt közületek és szeretett testvéreim. Közeledve a határhoz. És néhány perc volt csak. És átjöttünk. Olyan egyszerűen kimondtunk. Megérkeztünk. Átjöttünk. Egy baráti közösségbe érkeztünk, hiszem ezt. De ahogy ezt kimondom, megérkeztünk egy nagyon rövid egyszerű módon. De emlékszünk, sokan emlékszünk ezt, hogy mit jelentett, amíg idáig megérkeztünk. Mennyi mindenen kellett keresztül menni az említett trianoni tolvonással ketté választó test részek, és az anyaország szétválasztása történelme miatt hányszor és hányszor sérült vissza. Azt az időt szeretett testvéreim, amikor még nap mint nap érezhettük egy testnek a tagjaiképpen, egymás mérkerítését. És most olyan jól látom azt, hogy egy közös test tagjaiként tűnünk az Isten dicsőítve. Mert megérkezhetünk hozzátok, és kérjük Isten szeretetének a segítségét, legyen nagyon sok szép találkozásunk még. Így lehet megérkezni egy emlék naphoz. A mai nap megkezdődik, és hiszem azt, hogy egy csodálatos emléknap előtt áll a nap emlékezésében, hiszem azt, hogy elsősorban az Úristen csodálatos történelmet formáló kezére fogunk emlékezni a hátralévő órákban, így lehet megérkezni. Az emlékezésnek köveit az, hogy így fogalmazza. A hálaadásnak oszlopához, amelyet mi magunk építünk fel apró pici kövekből. Nos, lehet úgy tűnik, hogy ezt a mai ünnepet egy lelkész házas pár, gondolom, hogy esetleg néhány
előkészületben is, és ő irányítja a mi szívünket, kezünket, nem csak az előkészületben, hanem az ünnepen is, hogy az apót is emlékeinkből visszaemlékezve, templom építésre, jubileumi évfordulókra, templom építési jegyzőkönyvekre, talán lelkész választásra még vissza tudtok emlékezni, és ezekből fel tudjuk építeni, ezekből a kövekből közösen a hálaadásnak oszlopát. Mert a 12 törzsből 12 férfiú, 12 követ kellett kivegyen ebből a mederből. Ehhez pedig azt mondja Isten az ügyében, vissza kellett menni. Azt mondja a Józsuénak, menjen vissza, menjen vissza. Nem mindig kényelmes visszamenni. Valamikor jól esik nosztalgiázni és visszatérni térben is és időben is. És felpörgetni az eseményeket. Hogy is? De én is hiába lettem. És ezekből az emlék kockából, ezekből a mozaik szentségből, ezekből a kövekből épül fel ez a közös, csodálatos ünnepé. Visszamennek tehát a mederbe, 12 férfi, 12 törzsből, 12 követ kiemel, egy-egy törzs, egy-egy követ. De ahhoz vissza kellett térni abba a mederbe. Érdekes, hogy ezeket a köveket a Jordán partján nem találhatták meg. Voltak ott más követ is, de az nem az a kő volt. Vissza kellett menni abba a mélységbe, odáig, ahol valamikor hullámzott, és ahol valamikor sodródott a Jordánnak a vize. Amikor száraz lábbal visszamentek és kiemelték a köveket, megszámolva 17 követ, minden nemzetség egy-egy követ, azért, hogy majd emlékezzen. Nem mindig akarunk visszamenni az emlékeinkbe. Ugyanis vannak olyan emlékek is, amelyekre nem szívesen emlékszünk vissza. Nem minden kő, amelyet felhozunk a mélyről a múltból, piros betűs. Voltak a ti életetekben, ennek a gyülekezetnek biztos utóbbi 25 esztendejében is, és volt több száz évvel visszamenőleg is olyan követ, amelyek most megmozgatunk, és lehet, hogy fekete színűek, lehet, hogy gyászos követnek, valami kellemetlen eseményhez, talán éppen tragédiához köt, mert lehet is vissza kell emlékezni, de úgy emlékezünk vissza, hogyan emelt és hogyan gondozott bennünket az Úristen éveken, évtizedeken, negyedik századon, vagy pedig több száz éven keresztül ebben a templomban, vagy egy régi templomban, hogyan tartott az Úristen a tenyerén bennünket és benneteket. Egy emlékoszlopot állítottak. Ez emlékeztette Izrael népét arra, hogy milyen nagy dolgot cselekedett velük az Isten. És amikor belőled is vissza a harag hívó szava az emlékezésre, oszlopához, akkor nem más történik, mint mi is meghozhatjuk ezeket a köveket, az emlékezésnek köveket. Újból egy kicsit megerősítjük, hiszen a múltunkban, és gyakorlatilag ezért nagyon sokszor bennünket, ott él a szívünkben a múlt. Ha ez nem lenne, és ha nem lenne több száz éves, ezer éves múltunk, olyan gyengének érezhetnénk magunkat. Visszatérni a múltba, nem csak a nosztalgia kedvéért, hanem azért, hogy erőt megítsünk, visszaemlékezni azokra az ősökre, azokra az apákra, nagyapákra, a lelkészekre, templom alapítókra, egyházalapítókra, akik valamikor követ követében felépítettek valamit. Nem mindig látszik az, amit felépítenek, nem mindig látványos, csodálatos dolog, amikor egy ilyen gyönyörű templomban borulhatunk le az Úristen szín elő, de vannak ám pici apró követ is, amelyeket hétköznap észre sem veszünk, és mégis ezekről táplálkozunk. Egyszer csak erről kerül egy megsárgult fényké, és hirtelen évtizedek jutnak eszünkbe róla. Eszünkbe jut az, hogy hogyan gondozta édesapádat, nagyapádat, az Úristen a háborúban, a katonaság idején, hogyan dobálta látszólag, hogyan dobálta az élet, és aztán kiderül, mégis az Úristen tartotta a tenyerét. Eszünkbe jut egy fénykép alkot fellapozva, egy véglátott ismerős arccal találkozva, mikor is találkoztunk utoljára, de igen, sikerült találkozni. Most az az igazság, hogy a különböző jubileumi évfordulóknak az idején ügyük, talán nyáron többször találkoznak régi osztálytársak, érettségi, egyetemi találkozók alkalmával. Olyan jól esik visszaemlékezni 10-20 néhány évtizedre, szeretett testvéreim, vajon mindig úgy emlékszünk, ahogyan az Úristen szeretne bennünket, emlékeztet? Vajon mindig arra emlékezünk, amelyre szerette bennünket az Úristen emlékeztetni? Mert
Teremtő Isten, megtartja bennünket, és elsősorban helyesen tanít meg bennünket emlékezni, hogy neked is mindannyiunknak legyenek emlékeinek. Valahogy úgy van ez, hogy csak azoknak vannak emlékei, akik együtt jártatok, akik együtt mentetek, akik együtt dolgoztatok, együtt harcoltatok, akik együtt voltatok az Úristennel. Az Úristennel való kapcsolatban is azoknak vannak emlékei, akik vissza tudnak emlékezni. Amikor hitéről bizonyságot tett és talán elénekelte, szent hitünkről vallást tettünk, te hallottad, jó atyám. És az már egy emlékezésnek egy köve. Vagy amikor egy falat tenyérel és egy porral megálltál az urasztal mellett, és megerősítetted a te fogadásra. Igen, az is, azzal is építed ezt az emlékosztatot. És minden egyes alkalom, ahányszor leborozhatott színen, minden egyes alkalom, amelyet Isten segítségével pirosgatunk öltöztetni, az emlékezés oszlopára, a hálaadás oszlopára való építése az. A kérdés az, hogy mennyi emlékünk. Mennyi mindenre tudsz visszaemlékezni az Istennel való kapcsolatokban. Csodálatos dolog az, amikor egy ilyen ünnep alkalmával sok mindenről kell beszélni. Nagyon sok mindenről. Amikor ezeket a köveket mozgatjuk, kellemes, vagy éppen kellemetlen érzéseket kell fel bennünk az emlékezés, ne felejtsünk el leborulni az Istenről és megköszönni, Uram. Akkor is, ha örömünk volt, de akkor is, hogyha könnyeket hullatnak valamiért, köszönöm, hogy te hordoztál a te tenyeredet. Így érkeztünk meg ehhez az ünnephez, és tudjátok, így fogunk majd megérkezni egyszer ahhoz a parthoz, amelyen nem véletlenszerűen csak kiköt majd egyszer, ami hajó, hanem annak az élete, akinek Krisztus a kapunál céltudatosan köt ki ezen a biztos parton. A Jóisten tudja, hogy az ő népe akkor is volt, de az ő népe itt is most emberekből állt, emberek, akik felelnéket, és könnyen megfelelkeztünk. Csak az elmúlt héten mennyi mindenről megfelelkeztünk, nem azért, mert talán esetenként témakorral jár, én magam is nagyon sokszor megfelelkezem, lényeges dolgokról. Hát még az Istennel való kapcsolatunkban, hányszor és hányszor elfelejtek bizonyos dolgokat. Ezért nem esik rosszul, hogyha és ne essen a szó senkinek, ha azt olvasunk, és hogyha azt arról beszélünk, hogy az Úristen van, emlékezni tanít bennünket. Hogy ne csak magunkra emlékezzünk, mi mit éltünk át, és mi mit tettünk, hanem hogy az Úristen mit cselekedett rajtunk, bennünk, velünk, általunk. Milyen csodálatos dolgokat cselekedett az Úristen lelki pásztorokon keresztül, akik végigvezettek gondolkokkal, presbiterekkel, egy templom renoválási folyamatot, gyülekezetre renoválásának a folyamatot, hirtelen évek alatt csodálatos dolgokat tudtatok végezni, ki szeretetestvény, most pedig visszaemlékeztek, de arra emlékeztek vissza, hogyan hordozott bennünket az Úristen, hogyan vezetett, hogyan hordozott a tegyelmünkről, ketté vált. Mi azt mondtuk, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ezt lehetett le, hát ott van a jobbár, hát ott vannak az anyagi gondok, hát ott vannak különböző történelmi korszakkal a megpróbáltatása, és jöhetett török, jöhetett tatár, jöhetett gazdasági válság, jöhetett bármi. Mikor mi azt mondjuk, hogy nem lehet, hát hogyan? Egyszer csak ketté vált a jordán. Nem véletlenül. Egyszer csak megszűnt egy átkos történelmi korszak. Nem csak úgy véletlenül. Egyszer csak megnyílt, ketté vált, és szabadult. Szabadozott. És sikerült. És Isten kezetek által, szívetek által, lelkipásztoraitok által, vezetőitek és vezetettétek. Veletek rajtott keresztül valósította meg mindezt. Tudunk most már emlékezni. Ugye, hogy tudunk szépen és helyesen emlékezni akkor, amikor nem magunkra próbálunk, hanem az Úristen tetteire emlékezni. Miért kell ezt megtenni? Miért kell emlékezni? Azért, hogy emlékeztetni tudjunk másokat is. Amikor arról beszél az ige, csodálatos gondolat, ha majd egyszer fiaitok és leányaitok megkérdezik, mik ezek a kövek? Akkor mondjátok el neki. Ma még itt vannak, látok, azok a fiatalok, akik megkérdezik, hogy mik ezek a kövek. Ma még itt vannak, összetek vannak azok a fiatalok, akik megkérdezik, hogyha szól a barom, hogy miért szól, mi ez a kő, mire emlékeztetek el? Ma, hogyha meglátnak ezek a fiatalok egy falat kenyeret és egy korbort az utasztalán, ma még rákérdeznek. Mi ez? Mire emlékeztetek? Az a
választ, lelkész választást, jubileumi évforduló alkalmával leborulunk és elmondjuk a gyermekeinknek, mert ma még megkérdezik, hogy mik ezek a körök. Talán lesz idő, amikor már kevésbé érdekli őket. Van egy világ, higgyétek el. Amikor ránéznek egy templomra, amiből már bevásárlóközpont lett, vagy moziterem lett. Igen, van ilyen. Angliában sokszor ilyen csodálatos épületekkel ránéznek és megkérdezik, hogy mi ez a kő, mi volt ez valamikor? Amiben most éppen vásároltunk, vagy egy filmet néztünk, vagy egy konferencia központ volt, mi volt ez a kő valamikor? És azok a követ, ha megszólalnának, és ezek a követ, ha megszólalnak, mert ha mi elhallgatunk, a követ fognak megszólalni. És van úgy, hogy hallgatunk. Megkérdeznek a fiaik, és néha hallgatunk. Mert szépen válaszolunk. Mert rákérdeznek olyan dolgokra is, amelyre vállalkozunk, és azt mondjuk, hagyjál most, nem tudom, szólal arra, biztos valami mindent van. Rákérdeznek, és mi sokszor nem válaszolunk, és mégis válaszolunk. Azzal, hogy nem mondunk semmit, azzal is válaszolunk. A némaságunkkal, a közömbösségünkkel, sokszor a nem törődésünkkel is, apaként, családfőként, férként, gyülekezeti tagként, éppen úgy válaszol arra, amikor a gyermekem rákérdez, mondom, néha idegesítőek tudnak lenni a gyermeki kérdések, de nekünk válaszolnunk kell, mert a gyermekeink válaszokat várnak, tisztességes válaszokat várnak. Szemünkbe kell nézzük, és elmondjuk azt, és ha megkérdezik, hogy honnan tudod, bátran el tudom mondani, én meséltem a Jónás. Ebben a templomban, vagy egy másik templomban, így mesélte, így élte át, erre emlékezünk, ezt cselekedte az Úristen, és tud, fiam, tudnod kell, mert nekem is meg kell mondanod, tovább kell adnod. Szeretett testvéreim, amikor gyermekeink számon kérnek bennünket, és rákérdeznek bibliás életünkre, imádságos életünkre, rákérdeznek házassági életünkre, rákérdeznek családi életünkre, magánéletünkre, mert sokszor egymásnak hátat fordítva éljük az életünket, rákérdeznek az éjszakai civakodásra és veszekedésre, és sokszor csak hallgatunk. Pedig nyugodtan válaszolhatunk. Azt, hogy erős voltam, vagy azt, hogy gyenge voltam. Ha majd megkérdeznek, fiaim, azt mondtam, hogy ma még megkérdeznek. Ma még itt vannak fiaim. Legyen kegyelmes Jóisten, és ülítsze meg a mi fiaikat és leányaikat, akik érdeklődőek legyenek. Kérdezzenek mindig mindenre rá. Csak azért, hogy mi is emlékeztessük saját magunkkal. Tényleg jól kérdezem, majdnem elfelejtettem. Bizony hányszor fordul elő ez velünk. Ha nem mondjuk el a gyermekeinknek, mi magunk is megfeledkezünk róla. Tanuljuk együtt a bibliai történeteket, de népünknek, nemzetünknek a történetét is ugyanúgy kell nekünk a gyermekeinkkel együtt. Újra tanulunk, mert elfelejtjük. Sokszor csak magunk jutunk saját magunknak eszébe. Sokszor csak saját magunkra akarunk gondolni, és saját magunkra akarunk nagyon sokszor emlékoztatót állítani. És mi lesz az én emlékoztatókkal? Összedőlnek, meg semmisülnek. Ez az emlékoztató úgy valósul, még a mai napig ott áll. Igaz, vannak emlékek, amiket már elmosott a víz, a Jordán visszatért a maga medrébe, és már nem látható, de ott van. És sok minden nem látszik a szívedben, ami benne van, de ott van. Azt a gyermeket látja, érzi, tudja, és ő is úgy fog felnőni. Hogyha látja az édesapát bibliás életében, kezében a Szentírással, akkor tudja, hogy ő volt valamikor az, ő és annak az apja, a nagyapja, aki valamikor száraz lábbal ott áll, a villádát tartva a szószoros értelemben, a Jordán közepén, úgy olvastuk a Bibliában, hogy bátorsággal állottak a papoknak lábai. Igen, onnan kellett felhozni ezeket az emlékeket, ahol bátorsággal állottak lelki pásztoraitoknak, gondokaitoknak, presbitereknek, és nektek a lábaitok. Amikor azt mondták, hogy nem lehet, és mégis csak lehet. Amikor ezek a papok ott álltak bátorsággal, el tudjuk képzelni, nem mindig volt kényelmesen állni. Jobbra tekinteni, balra tekinteni, előre nézni, de jutnak felfele tekinteni. Nem mindig volt kényelmes ott állni a meredeken ott álló vízfalak között. És bizony nem volt kényelmes sokszor ennek a gyülekezetnek sem. Jobbra kellett tekinteni, balra kellett tekinteni, történelmi veszedelmeknek, anyagi megpróbáltatásokat átélni, ahhoz, hogy meg tudjunk borulni az Úristen színe előtt, de ott álltunk, aki papjai bátorsággal, tartván a fénylábát Isten törvényének a
bibliás életű presbitereinek gyülekezeti előjárulító bibliás életét előtekintve. Végül pedig az a unikuszkot, amiről beszélne még ez az ige, azt is eszünkbe jutatja, hogy Isten nem csak átküldte ezt a népet az ígéret földjére, hanem átveszette őket, és ez nagyon nagy különbség. Nem csak azt mondja, hogy ott megtaláljátok, majd menjetek, én majd irányítalak, én majd segítek, hanem velük életünket. Nagyon nagy különbség. Vajon éreztek ezt mindig? Vajon ott volt-e a szívetekben mindig, hogy itt van Isten köztünk? Itt van Isten köztünk? Még akkor is, amikor talán nem láttam, nem csak ilyen-olyan bajokat láttam, ott van Isten köztünk. Sokszor csak utólag vettük észre. Hogy az én életem mögé a tekintet, legtöbbször a legnagyobb megpróbáltatásokban Krisztusnak a lábnyomát vélem felfedezni, mert tenyerünk hordozott bennünket. Szeretett testvéreim, ebben a megpróbáltatásban, amelyben Izrael népének része volt, vagy amelyre talán visszaemlékezünk, küzdelmeinkre, harcainkra, közös megpróbáltatásainkra, sosem jobbra, sosem balra, de főleg nem lefele tekintünk, hanem felfele. Legyen kegyelmes az Isten, aki mindig velünk volt ebben a küzdelemben, még akkor is, amikor mi talán elfordultunk tőle, vagy elfordítottuk egy pillanatra szívünket, mert az aggodalma hullámai nagyobbaknak tűnt. Ma áldott legyen az Úristen neve, áldott legyen a ma ünnepéért, mert ha mi el is feledkezzünk róla, ő nem feledkezik el és emlékeztet. Ő az, aki ezt mondja. Ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. Bármit teszünk, kezünkben egy falat kenyérrel vagy kehelyel, bármit teszünk odaáll az odasztalára, vagy lebomul a Isten színe előtt, ezt cselekedjétek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Legyen áldott ezért az Úristen, és boruljunk meg közösen az Úristen színe előtt. Imádkozzanak. És nem így minket kísérjük be, de
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad és könyörülj rajta. Fordítsa az Úr az ő orcáját naponta te reád, és adjon békességet néked, Szent Fia, az Úr Jézus Krisztus által. Kedves testvérek, a énekkar szolgálatának a meghallgatására készülve énekeljük el a 165. ének első két versét. Itt van is egy közösségi most már mondhatjuk azt, hogy közös gyülekezetünket, ugye kedves kollega, szabad nekünk így szólítanunk. Jóisten áldása legyen a közös igehirdetés, igehallgatás és közös szolgálatunkon, nem csak a délelőtti, hanem a délutáni, főleg a délutáni ünnepi istentisztelet keretén belül. Hálásan köszönjük, hogy itt lehetünk önök között, keresztény testvéreim. Most pedig tessenek meghallgatni Isten dicsőségére, énekelünk néhány gyülekezeti éneket, amely a Kalotaszeg nagyasszonyának, patronusának, Gyarmati Zsigánénak nevét viselő kórus szolgálata. Tessenek szeretettel fogadni az első énekünk, amelyet az Úristen dicsőítjük. Ó, adj nekünk Jézus békét, kezdetű énekhez.
imádkozunk a következő énekszámban, új szívet adj, Uram, én nekem. Hozzánk a Jóisten az ige hirdetésen keresztül, az ige az esti nap további részében is az ige hirdetésen keresztül. Szólj hozzám, Uram, mert hallja a te szolgád.
nosztalgia perceknél tartunk, sokan visszaemlékezünk azokra a szavakra, amelyeket de jó lett volna megfogadni talán 10-20 évesen, megfogadnánk, de már késő. Édesanyám sok szép szaváról szól ez a ének. Közeledünk.
és ez az ének mindig velem, Uram, mindig velem, jelezve, hogy még azért folytatódik, nem ér véget sem a mai nap, sem a közös ünneplésünk, hiszen az emlékezésnek köveit jól esik alkalmanként megmozgatni, és hadd emlékezzünk közösen erre a megtett, eddig megtett útra, amelyen az Úristen mindeddig velünk volt. Áldása mindvégig rajtunk a közös ünneplésünkön, és tekintettel arra, hogy most már a kedves asszony testvéreimnek a jól esne egy kis levegőt venni a mai nap délelőttjének a számunkra a szolgálat, az énekkari szolgálat véget ér, és a délutániban, ha jól tudom, akkor még ilyen pár ének erejéig még találkozni fogunk. Reméljük, hogy lesznek még csodálatos szép ünneplési alkalmak, mi köszönjük szépen a délelőtti szolgálatnak a lehetőségét. Mielőbb megkeressük az alkalmát, a módját, amikor az említett Kalotaszegi Köztársaság fővárosában fogjuk fogadni kedves lelkipásztor testvéreinket egy szolgálatra, gyülekezet elöljáróival, vezetőivel, vezetettjeivel, talán énekkarra, ifjúsága, ez most már a további beszélgetésnek a kérdése lesz, de hadd előlegezzem akkor már meg a gyülekezetünkbe, Bánfi Hunyadra, Kalotaszeg szívébe való meghívásunkat. Jóisten áldása legyen akkor a további részén is.
újkenyéri úrvacsora vételre augusztus 25-én kerül sor. Alkalmainkat szeretettel hirdetem. Adakozási termékszer lehetőség van, éljünk az iratmisszió lehetőségével, a református napja megérkezett. Énekkari próba 14 órakor lesz a Namégyi Énekkar tagjainak. Hirdetem, Isten legyen mindenkezetünk, őriző pásztor. Énekeljük, kedves testvéreim, záró énekként a 300